A kormánynak ez a döntése mintegy 350 ezer magyar családot véd meg a magas kamatokkal szemben. Jelenleg is több mint 300 ezer család az, akit ez a döntés közvetlenül érint, és a kamatstoppal védett hitelállomány mértéke pedig meghaladja az 1360 milliárd forintot. A kamatstopp 2022-ben 80 milliárd forinttal, 2023 első felében pedig további 60 milliárd forinttal segíti és segítette a családokat, tehát összesen 140 milliárd forintnyi szankciós kamatfelárat vesz le a háztartások válláról.